Üdvözlünk mindenkit a SolarKids szerdán. Ez egy új Sziasztok! kezdeményezésünk, ahol minden egyes szerdán két-három hetente igyekszünk friss információkkal jönni nektek. Technikai oldalról készülünk megfogni a dolgokat, hogy ha bár most nem is személyesen találkozunk, viszont az iparági tudásunkkal tudjunk nektek segíteni abban, hogy minél jobban tudjatok telepíteni, minél jobban átlássátok azokat az eszközöket, amiket mi forgalmazunk, hogy mit, miért, hogyan csinálunk, és ajánlunk csinálni az iparágban. Minden egyes héten, minden egyes alkalommal pontosabban készülünk majd így házon belül. Ez inkább ilyen kis tudásmegosztás, ahol ugyanúgy lehet készülni nektek is kérdésekkel, tehát hogyha vannak kérdéseitek, ezt fel tudjátok tenni nekünk cseten keresztül, erre majd mindig az épp aktuális előadó tud majd válaszolni. Mai napunk Babos Norbival lesz, a SolarKidsnek a technikai vezetőjével. Őt majd fogom kérni, hogy így van. Köszönjük a chatbe, tehát ide nyugodtan írjátok a megjegyzéseket, a kérdéseket, és tudunk rá válaszolni. Valaki kérlek a chatbe beírná, hogy jól hallatok minket, minden rendben van, mert a technika ördöge nem mindig alszik, sőt, indulásnál is volt némi problémánk. Én jól hallok, Vince. Nagyon jó. Mindent jót lehet hallani. Jó, köszönjük szépen a visszajelzést. De akkor Norbinak át is adnám a szót. Kérlek, hogy kezdjük el. Akkor 25 ember szerintem meg vagyunk teljes létszámmal szinte. Én is bemutatkozok, sziasztok, Babos Norbi vagyok, én fogom tartani ezt a mai kis bemelegítő első szerdánkat. Inkább még csak így távlatból a telepítés és körülményeit bemutatva, vagy tippeket adva, hogy hogyan tudtok kicsit minőségibb telepítést magatok után hagyni, ugye hosszú éveken keresztül működő rendszer és biztonságos rendszer, ugye ez lesz itt a lényeg. Úgyhogy közben jönnek még pluszba az emberek, szuper. El is indítom akkor én itt a kis prezentációnkat. És ha minden igaz, akkor látjátok is, hogy miről lesz itt szó. De nézzük itt igazából a tűzvédelem, ami talán mostanában egy nagyon felkapott téma, úgyhogy erről szeretnénk egy picit a mai előadás folyamán beszélgetni, vagy brainstormolni, ahogy Marci biztos mondaná. Úgyhogy itt nézzük végig igazából ezeket a telepítésbeli kérdéseket, kritikus pontokat, hogy milyen apróságokkal lehet az egész kivitelezést egy hosszú távú, megbízható rendszerré feltelepíteni. Első körben milyen hibák lehetnek, amiket akár kis ráfordításra is el tudunk kerülni, legyen ez akár a tetőrészen, a teljes DC-nyomvonalon, bárhol az inverter környékébe. Ezeket nézzük végig. Ugye ez itt most, amit láttok ezen a képen, ez egy nagyon elrémisztő példa, és hát most az őszintén be, ez saját telepítésről maradt. Úgyhogy itt látható a baloldali képen, meg a középsőn, itt ugye mindkettő zsindelyes tető, és hát egy rosszul megnyomott és elkészített MC4 csatlakozó volt mindkét esetben a hibás, a baloldali képen ott komolyabb kárt tudott volna akár keletkezni, itt ugye látjátok már a zsinde is teljesen megégett, szinte elkezdett átégni, még ugye a jobb oldalon ott maga csak a csatlakozó égett el, úgyhogy tényleg a legkisebb részlet is akár a legnagyobb problémát tudja okozni, egy isten, hogyha ugye leég a háztető. Ezt nem szeretnénk, tehát azért ezt elkerülés érdekében nézzünk majd pár tippet, trükköt, hogy hogyan tudjuk hosszú távon is megbízhatóvá tenni a rendszereket. Mostanában az elmúlt pár időszakban, pár hónapban viszonylag több ilyen cikk is jött, hogy Ausztriában tűzeset volt napelem miatt,
valószínűsítem ezért, mert hogy egyre több napelemes telepítő van a piacon, és inkább a gyorsaságra mennek rá sokan, mint a precizitásra, de ezt elkerülendően kellene nekünk itt pár tippet végigbeszélni, hogy hogyan tudunk hosszú távon megbízható rendszert telepíteni. Te kis logó, hogy 100% igényesség, 0% gányolás, ugye egy rendszert azért jó esetben 20-30 évre is építünk, tehát azt a 20-30 évet, hogy biztonságosan működje, mondjuk adott esetben elég 30 perc plusz, vagy egy óra plusz ráfordítás kivitelezéskor, és ezzel tényleg el tudjuk érni azt, hogy akár megtöbbszörözzük a rendszerünknek az élettartamát, hosszú távon is megbízhatóan működjön, ne legyenek problémák vele se villamos oldalról, se akár esztétikai oldalról, mert ha most villamos oldalról rendben is van, az esztétika is azért fontos szempont, hogyha most mi magunkat belegondoljuk a végfelhasználó az ügyfélnek a szemébe, és egy kis családi házára a megspórolt pénzéből föltelepítünk egy napelemes rendszert, akkor ő azt jó esetben 20-30 éven keresztül minden nap, ha nem is nézni fogja, de ott lesz, együtt fog élni vele, tehát érdemes tényleg olyan minőségi munkát végezni, amit mondjuk a saját házatokra is föltennétek, hogy az ügyfél hosszú éveken keresztül is boldogan nézzen a jövőbeli befektetésére, hogy de jó, hogy titeket választott, és hogy veletek építette ki a rendszerét. Van pár ilyen checklista igazából, amin én végigmentem így elméletbe haladva, a tetőről egészen a rákötési pont irányába, szóval föntről lefelé haladva, most ezeken szerintem így menjünk végig, és akkor ha van benne bármi kérdés közben, akkor nyugodtan tegyétek föl. Egy fél pillanat, átrakom a csetet ide, hogy lássam is, ha írtok közben valamit. Tehát ugye panelek földerése, ugye ez nagyon fontos része a rendszernek, ugye itt van egy kis vicces kép, hogy ez ugye nem feltétlen a földelést jelenti, hogyha egy zsák földet rárakunk ide az obó csomópontra, de hogy nagyon lényeges az, hogy nyilván a szabvány előírja, hogy ugye minden le legyen földelve, mindennel, panellel, sínnel. Mi nagyon sokat teszteltük egyébként ezt, hogy ha nem feltétlen a minden panelt, minden panellel földeltek össze, hanem csak a tartó síneket folytonosan megszakítás nélkül, akkor a panelek tökéletesen át fogják venni a földnek a potenciáját, és nem lesz nektek potenciálkülönbség a panel, meg a sín között. Tehát itt, amire érdemes figyelni, az, hogyha mondjuk fölfűzitek a védő, a föld, vagy a, igen, ugye földnek hívjuk, de igazából nem föld, hanem ugye védővezető, tehát hogy ha ezt fölfűzitek, akkor ne úgy csináljátok például, hogy egy vezeték, egy saru, és a két sarut rakjátok egy csavar alá, amit rögzítetek, mert hogyha az a csavar mondjuk valamiért eloldja, vagy megbomlik a kötés, akkor ugye egyből megszakad a két pont között az összeköttetés, míg hogyha ugye egy saruba rakjátok a két vezetéket, akkor még hogyha a csavar, ne adj Isten, ki is esik a helyéről, vagy már nem tart többé, akkor attól még az a két kötés az egy pontot fog alkotni, ergo ugyanúgy folytonos lesz a védővezető. Úgyhogy itt erre érdemes rádozni az időt, lehet, hogy picit masterálásabb, hogy egy saruba belerakni a két vezetéket, viszont hosszú távon ezzel csak magatoknak segítetek, illetve hát anyagba is spóroltok ugye egy sarut minden egyes kötésnél, tehát hogyha mondjuk 1000 rendszeren túl vagytok, 1000-szer 10 saru, akkor 10.000 saru árát megspóroljátok, nyilván hosszú távon lesz ennek akár anyagi vonzata is, de nyilván az, hogy biztonságosabb lesz tőle a rendszeretek. És még itt a földelésnél picit annyit, hogy arra külön nem tértem ki később, de a földeléshez kapcsolódik az is, hogy nagyon sok helyen látjuk sajnos azt, hogy akár az invertert, vagy ha akkumulátor van beépítve, backup box, bármi külön termék, akkor nem földelik le külön a gép testet, hanem csak megkapja ugye az, mondjuk az inverter az 5 éren fázis föld nullát, és ezzel el van intézve. De ott van rajta külön az a földelési pont az oldalán, amit ugyanúgy le kell földeni a backup boxot,
ugyanígy le kell földeni az inverter, az akkumulátorokat is, tehát ez nagyon fontos része az egész rendszernek, hogy minden megfelelően legyen földelve, mert nagyon befolyásolja ez hosszú távon, akár Huawei oldaláról is a garanciális folyamatokat, mert ők is egyből ilyeneket szoktak kérdezni, hogy a földelés megvolt-e, a földelés jó volt-e, tehát érdemes erre tényleg egy kis plusz időt szánni, hogy biztonságosabb legyen a rendszer. A másik a helyes eszközhasználat. Itt képen nem tudom, mennyire adja magát ez a MC4 készítő eszköz. Ugye ezt a Huawei-nél benne van egyébként a minden inverternek a user manuáljába, hogy melyik az a széria számú MC4-es prés, amivel ugye hivatalosan olyan minőségű csatlakozót tudtok gyártani, amit ők elfogadnak, mint MC4-es csatlakozó, ugye ez a Staubinak van ez a nagyon, egyébként nagyon jól használható, igen borsos áru eszköze, ami tényleg azt eredményezi, hogy hosszú távon is, 10-20-30 éven keresztül az az MC4 csatlakozóba lévő hüvely és az érnek a kapcsolata az nem fog eloldódni, nem fog kicsúszni a helyéről, az ér ergo nem lesz ugye ív, vagy nem fog ívet húzni, és nem fog tűzveszély keletkezni. Erről, ha jól tudom, akkor itt van egy ilyen kis kép is, hogy igazából egyébként ezt az eszközt, ha szeretnétek, akkor a Fotométtől meg tudjátok rendelni, ha kell, el tudom küldeni a cikkszámát. Durván 400 euró környékén van. Érdemes beruházni, mert tényleg nagyon könnyű vele dolgozni, és nagyon jó minőségű munkát lehet vele végezni. Tehát igazából most van róla egy videó YouTube-on, hogyha rákerestek erre a cikkszámú Staublis termékre, akkor egy 6 perces videó, azt most nem raktam ide be, mert nagyon hosszú lenne, de teljesen jól megmutatja, hogy mi a lényege ennek az eszköznek, hogy igazából magát ezt a kis ért, amit rá krimpelődik ugye a szolár kábelre, azt csak konkrétan te így beledobod a helyére, és teljesen mindegy, hogy rakod bele, ahogy van egy ilyen kis pofa, ami rázárja, hogy a helyén tartsa az ért, az be fogja fordítani olyan állásba, hogy pont megfelelően tudja megnyomni a prés. És ugye ezzel éri el az, hogy olyan megfelelő kontakt lesz a kettő között, hogy ne tudjon belőle kicsúszni a DC kábel, és miután rajta van ez a kis ér, ugye ezt megfelelően rányomja, utána még ugye van külön ez a Staublis, vagy hát igazából Huawei inverterekhez, a nagyobbakhoz adják is ezt az MC4 csatlakozó készítőt, ugye itt a képen is ez a két piros kis műanyag eszköz, amivel ugye magát a tömszerencét végül is a végén tudjátok ráhúzni a DC vezetékre, ami ugye rögzíti az egész vezetéknek a köpenyét benne a csatlakozóba, hogy teljesen vízhatlan legyen. Úgyhogy ezt érdemes szerintem mindenkinek, aki hosszú távon is a Huawei-jel szeretne dolgozni, meg fogja téríteni az árát pikpakka a minőség rovása ellen. Tehát tényleg nagyon tudom javasolni ezt a Staublis eszközt. Tehát ez a lényeg ugye az MC4 csatlakozóknál, hogy ne egy olyan példa legyen, ne egy olyan rossz példa legyen, mint amit itt az én is mutattam, hogy kivitelező srácok, valószínűleg, nem tudom, siettek haza a munkából, vagy nem volt kedvük megnyomni, és rengetegszer volt tényleg ilyen rossz példa, hogy csak egy simán akár harapó fogóval rányomták az érvéget a kábel végére, rátekerték a csatlakozót, ahogy úgy épp kézzel meg lehetett húzni, és jó napot kívánok. Tehát az ilyenekből vannak ugye pont hosszú távon a bajok, mert lehet, hogy egy hónapig, két hónapig, egy évig működik, de hosszú távon nem fogja olyan biztonságosan átvinni az energiát, mint ahogy azt ugye kellene neki. És ugye ebből vannak a legnagyobb problémák, hogy mondjuk az MC4 csatlakozó szétcsúszik, ív keletkezik, és nagy Isten, ebből van a tűzveszély, amit ugye nyilván szeretnénk elkerülni. Ugye itt a nyomvonalon tovább haladva, hogyha már az MC4 csatlakozóktól megvagyunk, akkor ugye a kábelek mechanikai védelme, ugye teljes nyomvonalon végig az inverterig. Itt a középső példa az egy rossz példa nyilván, hogy ugye itt az MC vagy a DC kábel az minden bevezetés nélkül
csak bekibukik a cserép alá. Ez is lehet, hogy amikor ott ezt valaki berakja, akkor úgy gondolja, hogy hát most kábel, kábel, cserép, cserép, összefekszik, nem fog mozogni, kibírja. De ugye itt is 20-30 évre gondolkozunk előre, nyírődni fog az a kábel, a széltől mozogni fog valamilyen szinten a cserép is, a kábel is. Ugyanez lesz a probléma, egy idővel elnyírja a kábelt, és ugyanúgy ívünk fog keletkezni a tetőn kívül, vagy nagyisten belül, ami ugye megint csak tűzveszélyhez vezethet. Úgyhogy itt is nagyon fontos, hogy mint mondjuk baloldali képen, hogy már egyből a panelektől az inverterig végig mindenhol megfelelő védőcsőbe kell vezetni a DC nyomvonalat, hogy bármilyen külső behatás, ugye most a panelek alá is olyan helyen, mondjuk nem városi környezetben nyest, madarak, befészkel, bármi állat oda megy, megrághatja a kábelt, próbáljuk ezt védeni olyan szinten, amilyen szinten csak tudjuk, illetve a jobb oldali képen ugye megint csak kábel védelem, itt igazából már az árlat felé is picit elmegyünk, hogy ugye kültéren, hogyha elosztóba a szerelünk, akkor ennek a képnek az lenne a lényege, hogy ez egy 50 kW-os rendszernek az egyik DC szekrény, amit csináltunk, és hogy ugye kültéren én fölülről soha nem szeretem bevezetni a kábeleket, még ha csak egy tömszerence, egy kábel, akkor se, mert az ördög nem alszik, biztonságosabb, hogyha alulról jövünk be, és nyilván egy tömszerencébe csak egy kábelt rakjunk bele, ne pedig az, hogyha van 10 DC vezetékünk, akkor azt berakjuk egy 10-szer akkor a tömszerencébe, és akkor jól rátekerjük, ott ugyanúgy alulról be tud jutni a pára, a nedvesség, ne adj Isten, valami állat bekerül az elosztó szekrénybe, ami ott vezetékeket szétrágja, már megvan a baj, tehát én javaslom mindenkinek azt, hogy alulról kültéren csak alulról tömszerencézünk, mert volt már rá sajnos példánk, hogy szintén saját szerelés, arról most itt nem raktam be képet, de hogy fölülről vezettek be tömszerencén mondjuk 2-3-4 vezetéket egy tömszerencébe, alulról nem volt semmi tömszerenc, csak oldalt volt egy kiállás, és fölülről szépen elkezdett beleszivárogni a víz az elosztó dobozba, és mert ugye jó minőségű elosztó dobozokkal szerelünk, szépen elkezdett benne töltődni a víz. És már egy idővel, fél év, egy év után elérte a megszakítóknak az alsó kapcsait, és zárlat lett az egész rendszerbe, nyilván leállt termelés, nem lett belőle komolyabb probléma, de kimentem megnézni, és ahogy kinyitottam a dobozt, már láttam a fedlapnál, hogy áll benne félig a víz. Mert ugye, hogy alul nem volt semmi, ami kivezesse, fölülre viszont volt hely, ahol be tudott folyni a víz, úgyhogy ezért érdemes alulról tömszerencézni, mert ha már fölülről egy zárt dobozunk van, és alulról pedig egy tömszerence, egy vezeték, akkor szinte zéró annak az esélye, hogy abba a dobozba, ha megfelelően van a fedlap is rárakva, hogy bármilyen nedvesség bejusson, ami nyilván hasznos itt a villamos oldalról, hogyha ugye nem érintkezik nedvességgel. A helyes anyaghasználat. Ugye tetőn kívüli védőcsöveknél ez egyértelmű lenne, hogy használjunk UV hálócsöveket, de nagyon sok esetben látjuk mások munkáján, hogy mondjuk nem UV hálócsövet használnak, vagy mondjuk tényleg egy 2-3 éves telepítésnél az a gégecső, ami annó föl lett rakva, az már el van porladva, és igazából csak tényleg a csoda tartja őket össze. Tehát az UV az mindenhol ott van, az egy baromi rossz dolog, hogy csak finoman mondjuk, és ezért nagyon lényeges, hogy minden eleme az egész DC nyomvonalnak, ahol ti kültéren vezetitek el, az UV-álló gégecső legyen. Lehet, hogy picit drágább, de jóval többet bír, mint mondjuk egy nem UV-álló gégecső, vagy ugyanez a műcsővel. Itt most pont műcső van a képen. Van olyan hely, ahol mi a műcsővet jobban szeretjük, mert vastagabb falu, kicsit jobban időt álló, és van az a környezet, ahol egy műcső mondjuk jobban mutat, vagy egyszerűbben elvinni mindent, mint a gégecső. De én tudom javasolni nektek mindkettőt, hogy legyen készleten, és szereljetek is vele. Itt kültéren a helyes anyaghasználat meg a védőcsöveknél ugye nyilván az ügyfél egyből azt gondolja, hogy ha kültéren vagyunk, hozzuk a vezetékeket, akkor hú, egy szép dekor csatorna, kábelcsatorna, és akkor abban nagyon szépen el lesz vezetve. Ami nyilván sokkal esztétikusabb mondjuk egy fehér kábelcsatorna, de a
az esetek 90%-ában ez soha nem UV álló. Tehát lehet, hogy föl lehet rakni, és szép lesz az egy évig, két évig, de utána elkezd teljesen besárgulni a felülete, és ugyanúgy el fog porladni, mint egy nem UV álló jégecső. Tehát célszerű szerintem itt a műszaki oldalról megfogni a dolgot, hogy nyilván esztétikus egy mű kábelcsatorna, mint mondjuk egy jégecső vagy egy műcső, de ez az utóbbi kettő az UV állóság miatt sokkal időtállóbb, amit szerintem az ügyfél is megért, vagy elfogad, hogy jó, hát végül is ő szeretné sokáig használni ezt a rendszert, akkor legyen tényleg egy időtálló, ne pedig az, hogy 3 év múlva lehet újra kihívni valakit, hogy hát itt van egy 10 méter kábelcsatorna, amit újra föl kéne rakni, mert leporlott az UV miatt. Nyilván olyan helyre, ahol mondjuk terasz alatt van, északi oldalon soha nem éri a nap, oda lehet rakni kábelcsatornát, oda én is szoktam, de ahol tényleg ki van téve a napsugárzásnak, oda én semmiképp nem raknék nem UV álló kábelcsatornát, mert rövid időn belül nagyon csúnya lesz az esztétikája neki. A kábelnyomban megfelelő rögzítése. Itt gondolok olyanokra például, hogy ha padlástérbe viszitek el például a DC nyomvonalat, és mondjuk az a padlástér nincsen beépítve, nem laknak benne, mondjuk csak be van rakva a kőzetgyapot, és semmi nincs a tetején, csak a gerendák, akkor ott is a legtöbb esetben nekünk is ez a tapasztalat, hogy az ügyfél is magának úgy csinálja, hogy csak ledobja a kőzetgyapotra a vezetékeket, és mint egy pókháló, úgy van minden a kőzetgyapoton rajta. Ugye azért az AC oldal az egy fokkal kevésbé tűzveszélyes, mint a DC, ugye a DC-t nyilván az első, ugye, hogy jégecsőbe vagy védőcsőbe rakjuk be, és ne dobjuk csak úgy rá akár a kőzetgyapotra, a szigetelésre, hanem igenis rögzítsük föl végig akár a gerendákon, bárhol, hogy ne lógjon az a vezeték, ne tudjanak belekapaszkodni, meghúzni, elszakítani, bármi. Tehát mindenhol végig ez legyen egy ilyen robosztus, kialakítású, stabil szerkezet, hogy nehogy idővel, ugye, hogyha mondjuk még átalakításokat végeznek a házon, mondjuk kültéren, és nekünk csak úgy van földobva a rögzítés nélkül a jégecső, hogy lóg le, akkor a sokkal inkább baleset veszélyt tud okozni, hogyha mondjuk szigetelik utólag a házat, valami beleakad, kitépik az inverterből véletlen, mert nincsen rögzítve, egyből mehettek vissza, és nagy Isten mondjuk, hogyha ívzárlat keletkezik, vagy ugye megég az inverter alja, akkor ebből ugye anyagi kár is lehet, ami ugye a kisebbik probléma, de hogy hát az emberi életet védjük, úgyhogy ilyen apróságokkal is ezt lehet kicsit javítani. Ami nem feltétlenül a tűz eset, de mondjuk, ha már ugye a tetőn dolgozunk, és megbontjuk a tetőnek a héjazatát, akkor vannak ezek a, hát ki hogy hívja, körmös cserépnek mondják talán a legtöbben. Ennél nagyon fontos tényleg a vízzárás miatt, hogy ahol berakjátok a kampót, ez ugye egy olyan cserépfajta, hogy két ilyen kis köröm akaszkodik egymásba, ami közé, ha ugye bekerül a kampó, akkor nagyon el fog állni a kettő egymástól. Tehát itt mindenképp törekedjetek arra, hogy a nútba kerüljön be a kampó, és mondjuk vagy cserépvágóval, vagy flexel, gyémántkoronggal azt a pár centis részt az összes cserépből kiflexelni, hogy rendesen vissza tudjon feküdni rá a fölötte lévő cserép, és ne legyen az, hogy tényleg egy 3-4-5 centit eláll a két cserép egymástól, mert ott van között a kampó, ami eltartja. Úgyhogy ez csak így, ha már a tetőn dolgozunk, akkor gondoltam megemlítjük, hogy nagyon időigényes, tehát jóval meghosszabbítja a munkafolyamatot, de cserébe a tető vízzárósága ugyanúgy megmarad, és az ügyfél boldogabb lesz, hogy egy év múlva nem fog beázni a teteje, és hívhat vissza titeket, hogy hú, fiú, baj van, itt felraktatok egy 10 kW-os rendszert, és minden kampónál ázunk, visszavenni az egész rendszert, utána a cserepeket ugyanúgy mondjuk kivágdosni, sokkal macerásabb, mintha az elején az ember egy kis időt szán rá, és többet ugye nem kell oda visszamenni, nem kell ezzel foglalkoznia. A túlfeszültség védelemről is, hogyha már itt az ívzárlat és ugye a DC oldal, az inverterekben ugye a Huawei-ben benne van a T2-es túlfeszültségvédő, ez ugye azért az átlagnál jobb, mint ami a többi invertergyártóban mondjuk benne van,
Tehát neki hivatalosan ugye nem kellene rakni külön túlfeszültségvédőt, de nem egy akkora tétel, hogy ezt ne érje meg belerakni, szerintem erről van külön szlájdunk is, tehát hogyha ne adj Isten tényleg villámcsapás éri a környéket, vagy a tetőnket, és DC oldalról jönne egy túlfeszültség, akkor inkább építsünk be tehát a rendszer méretéhez elhanyagolható összegű védő eszközt, ami megfogja ezt a villámcsapást, és nem fogja az invertert károsítani, minthogy azt mondjuk, hogy hát van az inverterben, azt majd megfogja, de egyszerűbb egy külső eszközt lecserélni, hogyha mondjuk nagy Isten meghibásodik, vagy kiold, mint az inverterben lévőt, ami ugye inverter cserével jár. Tehát megéri azt a kis pluszt belerakni ügyfél oldalról is, mert ő is azt kap, egy biztonságosabb rendszert kap, nagyobb védelmi szintet képez a külsőleg beépített túlfeszültségvédő, úgyhogy én ezt mindenképp tudom javasolni, hogy még hogyha a DC oldalra nem is szükséges Huawei-nél beépíteni, mert ugye benne van, egyébként egy jó minőségű, de rakjunk pluszba, mert tényleg egy elhanyagolható tétel és nagyon nagy pluszt jelent, mind védelmi szempontból is, úgyhogy erre érdemes odafigyelni, hogy ha már vesztek túlfeszt, akkor ugye a másik érdemes odafigyelni, hogy ugyanúgy a rendszeretekkel együtt ezt meg tudjátok tőlünk venni, mind AC, mind DC oldalra, T2-eset is, TT2-eset is, egyfázis, háromfázis, tényleg bármire, amire szükségetek van, nyugodtan rendelésetekbe írjátok bele, hogy nektek szükségetek van túlfeszültségre, és akkor a nagy kelen ezt ugyanúgy hozzá csapják a rendelésetekhez, nem lesz egy nagy tétre, úgyhogy nyugodtan merem nektek ajánlani ezeket a túlfeszültséglevezetőket is. Inverter elhelyezése, ez is egy sarkalatos pont tud lenni. Ugye nem tudom hányan olvastátok végig mondjuk a Huawei invertereknek a kézikönyvét, de benne van írva, hogy mondjuk éghető felületen ne legyen. Most éghető felületre gondolok itt egy fára. Tehát mondjuk nagyon sokszor van nálunk is, hogy ügyfél kéri, hogy rakjuk fel a padlásra, mert mondjuk le is van szigetelve, és csak a gerendák vannak, és a gerendára vagy egy tartó oszlopra tényleg csak két csarral fölrakja az ember, és örül, hogy hú, de jó, ez milyen könnyen el lett helyezve, de nem felel meg a garanciális feltételeknek, mert ugye egy éghető felületünk van, hogyha mondjuk az inverter bármi miatt meghibásodna, túlmelegszik, vagy ízárlat van, akkor ugye egyből ott mögötte a faszerkezet, az ki tud gyulladni, úgyhogy emiatt nem javasolt ezt mondjuk padlásra, vagy tényleg fa szerkezetre fölrakni, vagy hogyha mindenképp oda szeretné az ügyfél, akkor beraktok mögé egy ilyen kis vékony fémlapot, vagy bármi olyan tűzgátló anyagot, ami megálltolja tényleg a tűznek a terjedését a két felület között. Ugye nyilván itt még fontos, hogy elérhető legyen, tehát hogy ne rakjuk föl egy három emeletes háznál az ereszt alá, mert ott nincs útba, úgyse kell vele foglalkozni, nem lesz jó helyen, hogyha ne adj Isten bármikor kezelni kell, akkor ezt ugye el kell érnünk. Tehát én azt szoktam mondani, hogy durván fejmagasság, vagy a fölött egy picit még úgy, hogy az ember el tudja érni az alján a kapcsolót, valamennyire olyan fedett helyen legyen, ahova nem tűzi direkt be a napsugárzás, nem esik rá az eső, és most nyilván a hőmérséklet az egy ilyen hálom, hogy ideális, vagy mindig konstans, nem tudom, 20 fokon legyen az inverter. Ez a kisebb probléma, de tényleg az, hogy az UV ne érje 0-24, tehát ne rakjuk ki a kert közepébe, nem mint hogyha nem lenne, vagy hogy nem mint a bírná, mert egyébként, ha most itt a következő képet megnézzük, akkor ugye itt az elég extrém elhelyezés a parkokba is. Ez egyébként pont tegnap olvastam erről a parkról, hogy ennek ellenére is, hogy ennyire ki vannak téve az inverterek itt a környezeti extrém hatásoknak, nagyon jó hatásfokkal működnek, úgyhogy az inverter maga nagyon jól bírja egyébként, de nyilván az élettartamot befolyásolja az, hogy ő milyen környezetben van, mennyire kell küzdenie az elemekkel, úgyhogy tényleg itt szerintem érdemes egy pici pluszt rászánni, nagy Isten mondjuk, plusz fél órát rászánni azért, mert mondjuk átraktuk egy olyan helyre az invertert, ami picit lehet, hogy messzebb van, többet kell kábelezni, de mondjuk egy védettebb hely,
és ez a védettebb hely fog neki egy olyan plusz jelenteni hosszú távon az életébe, hogy mondjuk lehet, hogy 2 évvel tovább bírja a működést, miután teljesen kileheli a lelkét, úgyhogy érdemes erre is egy kis időt rászánni, ráfordítani, hogy olyan helyre kerüljön az inverter, ahol tényleg biztonságosan hosszú távon tud működni, és mellette ugye üzembiztosan is. Játsz oldalon is ugye túljönül túlfeszültségvédelem. Itt szintén Huawei inverterek ugye benne van az, amit a szolgáltató papíron leír, de itt most már ugye néhány éve kérik a külső fizikai beépített túlfeszültségvédő, tehát ezért ugye érdemes és kötelező ugye ezt is beépíteni. Ez is egy plusz védelem, amit tényleg csak tehát jól ráírunk vele, hogyha beépítjük. Itt ugyanez a szituáció, mint DC oldalon, hogyha jön egy AC oldalról valami túlfeszültségünk, akkor nem az inverter fog károsodni, hanem ez az eszköz fogja megfogni, és ugyanez, mint a DC oldalról, hogy egyszerűbb egy AC túlfesz levezetőt cserélni mondjuk egy külön szerelt eloszlódobozba, mint az inverterbe lévőt bármilyen módon kicserélni vagy lecseréltetni az invertert. Úgyhogy itt is lényeg, hogy egy jó minőségű legyen beépítve. Ugye azt ugyanúgy tudjátok tőlünk venni, hogyha nagy kellem visztek bármilyen terméket, ezt is tudjuk adni hozzá. Igen, anyaghasználat, eszközhasználat, csatlakozó, körültek öntően kialakítása. Itt a képpel, amire picit hát rá szeretnék mutatni, hogy nagyon sokszor van olyan helyzet, hogy mondjuk egy lakás főelosztóba kellene visszakötnünk, vagy bekötni a rendszert, de olyan szinten tele van, hogy az ember leveszi róla a maszkot, és az arcába robban az egész elosztó olyan szempontból, hogy így lógnak ki belőle a kábelek, mert tömbbe van teljesen. Na ezt elkerülendő nyilván, hogyha ti építetek egy elosztót, ha akár csak magatoknak is napelem oldalról, akkor azért nem árt ráhagyni némi helytakarékosságot, hogyha mondjuk itt a képen is látjátok, hogy be van rakva egy túlfeszültségvédő, egy 4-pólusú megszakító, a tűz esetének egy 1-pólusú sorkapcsok, és ott van mellette még azért bőven hely, hogyha nagy isten később bármit még be kéne kötni ide, vagy bővülne a rendszer a mondjuk plusz inverterrel, akkor ne kéne az egész elosztót nektek az egészet lecserélni egy nagyobbra, és újra szerelni az egészet, hanem már úgy szerelni az elején, hogy ebben legyen tartalék is, kényelmesen lehessen benne dolgozni, legyen hely a vezetékeknek, és ha mondjuk később bővíteni kell, akkor nem kell egy teljesen új szekrényt kialakítani, ami időben sokkal több, mint hogyha az elején mondjuk nem egy 12 modulosat veszek, hanem egy 24 modulosat. Árba ez nyilván ti is tudjátok, hogy nem egy akkora különbség, hogy ne férjen bele a rendszerbe, viszont hosszú távon még lehet, hogy spóroltok magatoknak mondjuk egy fél napnyi munkát, hogy ne kelljen újra szerelni az egész elosztót, hanem csak bepattintja az ember a megszakítót, a sorkapot sor bevezeti a betápot, és kész van. Tehát ugyanez igaz DC oldalról is, hogy ott se sakkozzátok ki az egészet, hogy jó, van 2 túlfeszültségvédőnk, akkor az 6 modul, akkor pont egy 6 modulos belerakjuk, hanem ott is legyen egy kis tartalék pluszba, hogy későbbi bővítés szempontjából, meg hogy normálisan tudjátok ott a vezetékeket a dobozon belül szerelni. Tűzvédelmi leválasztó, hát ugye nyilván ez nagyon a témához függ, vagy kapcsolódik. Ez nagyon megosztó téma nálunk, hogy ugye most kell, nem kell, hogy kellene, nem kellene. Én azt tudom mondani, hogy papíron, hivatalosan szinte mindenhova be kellene rakni, nincsen olyan rendszer kb., ami megfelelne azoknak a szabványoknak, ahogy mondjuk tényleg ne kelljen tűzvédelmi leválasztót beépíteni, de ugye itt azért nagy az ellentét, hogy az osztrákoknál, a németeknél ez már nagyjából be van tiltva, hogy nem lehet használni, mert ugye ebbe is minél több csatlakozó pontunk van DC oldalról, annál nagyobb ugye a hibának az esélye. Tehát ha most az A verzió, nem rakunk tűzvédelmi leválasztót, akkor a panelektől plusz-minusz vezetékkel eljövünk az inverterhez, pont. Tehát nyilván a DC túlfeszültségvédőt, ha beépítünk, akkor ott van kontakt, de ott egyébként is lenne. Tehát ha mondjuk a panelektől nézem a túlfeszültségvédőig,
akkor a nyomvonalat, és mondjuk nincsen tűzérdemi leválasztónk, akkor nulla kontaktus van a kettő között, vagy nulla csatlakozó, nulla helyen van megszakítva a vezeték. Viszont ahogy bekül a tűzérdemi leválasztó, ugye jön egy oldalról a vezeték, ami bejön a tűzérdelmibe, ott van már egy kontaktus, van magában benne a tűzérdelmibe van ugye a motornak az egyik oldala, a másik oldala az egy-egy kontaktus, plusz a kivezetés, az már négy kontaktus egy vezetékre, és pluszban ugye benne van még az AC is, tehát sokkal nagyobb a hiba forrása szerintem, mint amit mondjuk adott esetben meg tudna védeni nyilván, hogyha ha tűz van, akkor az egy teljesen más eset, hogy most ennek a szerepe olyankor ez pozitív vagy negatív. Amit én mondjuk tudnék javasolni, hogyha már ugye tényleg szeretnétek tűzvédelmi leválasztást biztonságosan, akkor arra nagyon jó megoldás, erre visszatérünk egy következő dia után, de nagyon jó megoldás ugye a tűzvédelemre az optimalizáló. Mert ugye, hogyha bent van az optimalizáló a rendszeretekben, és mondjuk minden paneletek optimalizálva van, akkor ezzel ugyanazt érjük el, mint a tűzvédelmi megszakítónak a működésébe, hogyha ugye az invertert áramtalanítják, vagy lekapcsolják a villanyórát, akkor az inverter is ugye AC oldalról nem kapja meg a betápot, de ugyanúgy lekapcsolja az optimalizálókat, ergo feszültségmentes lesz az egész DC nyomvonalunk, és itt nagyon fontos, hogy a tűzvédelmi leválasztóval szembe, ami ugye valahova be van rakva, mondjuk jó esetben a paneleken, vagy panelek környezetében egy 2-3 méteren belül, akkor odáig ugyanúgy feszültség alatt marad a panelek alatt minden vezeték, csak onnantól lefelé nem lesz. Viszont ha optimalizálónk van, akkor már a panelek között se fog feszültség mutatkozni, hanem tényleg csak az optimalizáló és a panel között, ugye a gyári kábelén a panelnek, aminél rövidebb nem lehet a nyomvonalunk, hogy ne legyen feszültség alatt. Tehát ezzel tényleg el tudjuk érni azt, hogy ha lekapcsoljuk az AC oldalt, akkor teljes egészében feszültségmentes lesz az egész nyomvonalunk bárhol, hogyha mondjuk hiba jelenik meg a rendszerbe később, akkor azt ugye panel szinten tudjuk monitorozni, az optimalizálókkal ugye látjuk a teljes fizikai kiosztását a tetőnek, be tudjuk azonosítani, mondjuk ez nyilván hosszú távon térül meg inkább, ha mondjuk vállaltok 5-10 év kivitelezői garanciát, és néhány év múlva mondjuk meghibásodik mondjuk egy panel, vagy bármi olyan problémája lesz, ami miatt nektek föl kell menni a tetőre, és be kell azonosítani ennek a hibának a fizikai elhelyezését, akkor ha nincsen optimalizálótok, akkor nyilván végig kell méregetni minden panelt, vagy szemrevételezni kell mindent, viszont így, hogyha van optimalizálónk, akkor megnézzük a kiosztást, és konkrétan meg lehet mondani, hogy úgy, igen, ez a panel, itt látszódik a kiosztáson, hogy ez hibás, vagy hogy itt van csatlakozó hiba, ott egyből oda tudtak menni, és nyilván ez egy lakossági környezetben nem akkora idő megtakarítás, mint mondjuk egy félmegás parknál, mert nyilván egy félmegás parknál, ha az embernek végig kell nézni mindent, irdatlan sok idő, de hogyha ugye van optimalizáló, akkor ezt panel szinten ugyanúgy be lehet azonosítani, úgyhogy én ezért tudnám az optimalizálót javasolni nektek, mert egy az, hogy biztonsági funkció miatt ez nagyon megéri az árát, illetve a teljesítménybe is nyilván ugye teszi a dolgát, hogy nem fognak rosszabbul termelni a paneleink tőle, hanem ugye mindegyik panel, amit legjobban tud termelni, azt fogja leadni, de ez gondolom már mindenkinek egyértelmű. Úgyhogy csak ennyit így a tűzvédelmivel kapcsolatban, hogy én inkább az optimalizáló felé hajlanék, mint az, hogy tűzvédelmit berakjon az ember. Lehet, hogy egy picit nyilván drágább minden panelet optimalizálót rakni, de hosszú távon szerintem megéri az árát, és érdemes is használni őket. Tehát hogy visszaugrunk itt a testvény tervezés 13-as pontunkra. Ebből is volt már nekünk problémánk egyszer az 5 év alatt, hogy ugye nyilván a tűzvédelem miatt, vagy hogy ne legyen nekünk meghibásodásunk, meg kell nézni, hogy az inverterre hány panel tudunk fölhelyezni probléma nélkül. Itt nekünk, ami például saját példa volt, az egy régi egyfázisú 5-ös inverter, még nem az L1-es széria, hanem az előttiek, és kivitelező srácok nem feltétlen gondolták végig, hogy mit
tesznek, és úgy voltak vele, hogy hát akkor is már ugye inkább a háromfázisú inverterek voltak a mérvadóak, és akkor azt a 23-24 panelt, amit ők föl szoktak rakni egy körre, azt most is nyugodtan rakják föl, inverter, inverter, Huawei, Huawei, biztos nem lesz baja. Hát ugye 23-24 panelnél azért igencsak az 1000-1100 voltot éri el a körünknek az üres járási feszültsége, ezt ugye rádugták az inverterre, és ahogy azt beszerették volna indítani, elpattant benne a túlfesz védő, és kégett az egész inverter. Tehát nyilván, és ennyivel megúszták, vagy megúsztuk igazából, hogy magába csak az inverterbe décoldal égett szét, de hogy nem lett belőle tűz, mert egyébként bőven volt annyi energia, hogy ugye ebből tűzkár legyen, úgyhogy itt érdemes ezt végig gondolni, hogy tényleg mennyi panelt raktok egy körre, hogy ne kapjon az inverter túlfeszültséget, ne károsodjon, és ugye megfelelően tudjon működni hosszú éveken keresztül, beleszámítva azt is, hogy nyilván a panelek degradálódnak valamilyen szinten, tehát ez a feszültség ez lentebb fog menni, de akkor is bőven maradjunk a megengedett feszültség tartományokon belül. Ugye Huawei invertereinél nagyon sok biztonsági funkció van, itt én kettőt emelnék ki a rengetegből, valószínűleg már mindkettőt ismeritek, ugye az egyik ez az AI boostos arc fault detecting, ez az ívzárlat azonosítás, ugye ez mesterséges intelligencia alapon működik az inverterbe, van azt hiszem 14 fajta vagy 16 fajta ilyen jelenség, amit ő tud érzékelni a DC oldalról, hogy ha bármilyen fajta ívhiba keletkezik, ugye ívhibából is van több fajta, egyébként erről egy vagy két éve a Szabó Robi, ugye a Huawei-től egy nagyon jó előadást tartott, ugyanígy webinár formában, egyébként fent van a Huawei-nek az oldalán, úgyhogy aki tényleg kicsit jobban érdekel, az nyugodtan nézze meg, egy durván fél óra, de nagyon jól levezeti az egész ívzárlatnak a kialakulásától kezdve, hogy hogyan védi meg az inverter önmagát, meg a rendszert, ugye attól, hogy itt tűzkár keletkezzen, igazából röviden, tömören a lényege, hogy az inverter tudja érzékelni azt a DC oldali hibát, hogy most ő milyen ívet kapna, vagy milyen ív van a DC oldalon, és hogyha ugye ebbe a 14-15 valahány fajta hibába esik be, akkor ugye az mesterséges intelligencia miatt ő ezt ugye tudja érzékelni, és le tudja állítani egyből a termelést, hogy ugye ne legyen konstans egy olyan áram folyás a DC oldalon, ami ezt az ívet ugye folyton csak hővé tudja alakítani, mert ugye azért ezért veszélyes a DC ív az AC-val szembe, mert ugye az AC-nál, bocsi, egy picit iszok, nagyon kiszáradt a torkom. Tehát ugye az AC-nál a maga az AC jelünk az ugye ugyanúgy színuszos, és átalad a nullán. Tehát van egy ilyen viszonylag önkioldó jellege, még ugye a DC, az a nullához képest egy fix feszültségen van, azon van végig, és ez a folyton meglévő áram, ugye ez gerjeszti a hőt, ami tűzzé tud alakulni, nincsen a nulla átmenete, hogy önmagát kioltsa. Úgyhogy ezért nagyon veszélyes ez az DC ív, és ezért egy nagyon nagy pozitívum, hogy az inverterekben ez ugye bele van építve, ez az ívzárlat érzékelés, mert hogyha ő érzékeli ezt, hogy a DC oldalról van egy ilyen problémája, akkor nem fogja ugyanúgy az energiát szedni a DC oldalról, hanem le fogja állítani a termelést, és akkor biztonságosan ki lehet javítani azt az ívhibát, ami keletkezett a rendszerünkbe. Úgyhogy ez tényleg egy olyan plusz, amivel nem feltétlen találkoztok minden nap, vagy nem feltétlen ezzel adjátok el az ügyfélnek a rendszert, de ez egy hatalmas nagy pozitívum a Huawei inverterekben, hogy tényleg egy ilyen védelem benne van, és egyébként ezt a, amit mondtam, 14, bocsi, tehát, hogy ez a 14-15 ívhiba jelleg, ezt az összes online levő rendszerbe, a Fusion Solarba, hogyha ilyen ívhiba van, akkor ezeknek a jellegét ők beletápjálják ebbe a mesterséges intelligenciába, hogy onnantól kezdve azt a fajta hibát is észre tudja venni, tehát ez folyton bővülő darabszám, úgymond, vagy típus, amit ő tud érzékelni, és ki tudja oltani.
A másik ilyen hát védelmi funkció igazából, ez csak egy ilyen hosszú távon, ez nem az inverter felé plusz védelem, hanem inkább ilyen rendszer szinten egy ilyen nyomonkövetés vagy önellenőrzést tudunk csinálni a rendszerem, ez ugye a Smart RV Curve, hogy ezt azt hiszem 10 kW-os inverterig ingyenes a szoftver, ami ugye benne van, a Fusion szarván keresztül tudjátok elérni, és 10-es inverter méret fölött pedig licenszel lehet megvásárolni, és tudjátok használni. Itt igazából a lényege az, hogy be kell neki táplálni minden pontos adatot az adott stringekről, és ő végig tudja elemezni 1000 féle pontba azt az egész stringnek a működését, hogy minden panel megfelelően működik-e, az a körünkön nincs-e hiba, nincs-e bármilyen olyan negatív hatás, ami befolyással lehetne a termelésünkre. Erről is egyébként van a Szigeti Zsoltinak, ugye Huawei részéről egy durván félórás előadása, ahol az egész IV curve diagnózison végigmegy, és ott meg tudjátok nézni magát a folyamatot is, hogy hogyan tudjátok ezt a Fusionsmartba megcsinálni, vagy Neticóba, hogyha mondjuk még használtak. Neticót ugye nagyobb rendszereknél, azt is nagyon érdemes végignézni, mert tényleg kis rendszereknél, az inkább lakosságiba azt mondom, hogy ott az egyszerűbb, mert ugye ingyenesen benne van a 10-es inverterig a szoftver, és le tudjátok csekkolni mondjuk egy 2-3-4 éves rendszereteket, hogy tényleg megfelelően működik-e, nehogy Isten kijöjjön belőle bármi probléma, mondjuk x év múlva, hogy egyébként itt már 3 éve van egy olyan degradálódott panel, ami alig ad le energiát, de ettől még termel az inverter, és mondjuk nem veszi észre se az ügyfél, se ti, hogy hú, hát itt van egy olyan rendszerünk, ami jóval csökkent teljesítménnyel termel, mint amivel egyébként tudna. Optimalizálókról már ugye beszéltünk itt az előbb. Ami még ugye tűzveszélyt maga ugye az akkumulátor. Itt nyilván aki klasszikus akkumulátorra gondol, az mit gondol, hogy fú, hát az akkumulátor az milyen tűzveszélyes, mert hát kigyullad, akkor nincs ez az Isten, hogy azt el lehessen oldani, még, vagy oltani, még hogyha locsoljuk vízzel, még csak jobban fog égni. Tehát ezek ugye a régi fajta, vagy hát nem a régi fajta, hanem egy bizonyos technológiával készült akkumulátorok, de ugye Huawei-nél tök jó, hogy már ugye ez a lítium vasfoszfátos akkumulátor van, ugye nagy feszültségen működik, ugyanazzal a feszültséggel szinten, mint a DC oldal, ergo ugye áram az ugyanaz lesz nagyjából, mint a DC oldalon, abszolút nem tűzveszélyes már az egész akkumulátor technológia ebből a lítium vasfoszfátosba. Nyilván itt is az elhelyezés lesz a kérdés, hogy attól, mert nem tűzveszélyes, a nappali közepén nem biztos, hogy célszerű berakni, vagy a fürdőszobába, tehát ezt is nyilván az inverter környezetébe, és ugyanazok igazak az akkumulátor elhelyezésére is, mint az inverter elhelyezésénél, hogy legyen naptól védett, legyen esőtől védett, legyen valamilyen szinten védett helyen, mondjuk egy kis előtető előtt, alatt, mint itt a képen is. Úgyhogy az akkumulátor az tényleg már egy olyan technológia, ami nem az ördögtől származik, nyugodtan lehet használni, ajánlani. Nem tud kigyulladni igazából, tehát olyan önkioltó hatásai vannak, hogy és olyan biztonsági funkciók vannak az akkumulátorban is, meg az inverterben is, hogy ugyanúgy le tudja állítani az akkumulátort is bármilyen probléma esetén, és ezzel ugye biztonságosabb lesz az egész rendszerünk. És hát úgy néz ki, hogy 50 perc, durván a végére is értünk. Így nagy vonalakban az egész rendszernek az áttekintésére, úgyhogy ha valamit kihagytam, akkor nyugodtan mondjátok, hogy beszéljünk róla, vagy ha van kérdés, azt nyugodtan most írjátok, tegyétek fel, és akkor beszéljük végig, hogy mi van még olyan kérdés esetleg, amire kíváncsiak lennétek. Mert ha nincsen, akkor majd a kövidnél találkozunk a kövösszer. Szóval itt szerdán, hogy márka hülyek maradjunk. Már az, hogy a webinár elektronikusan elérhető lesz. Mm,
Ja, elmentve. Aha, tehát föl lesz véve. Szerintem egyébként föl tudjuk venni, ez nem jelenthet problémát. Már felvettük, el tudjuk küldeni, tehát elérhetővé fogjuk tenni, igen. Egy háromfázis inverterre hozzá, levő backup box használatával, de akkumulátor nélkül napsütés időben hazad, és ilyen tud áramot adni. Imre, a válasz a kérdésedre az, hogy igen, nem hivatalosan. Tehát a Huawei azt mondja, hogy backup box esetén mindig legyen akkumulátor, de egyébként, hogyha mondjuk egy egyfázisú, háromfázisúnál is, hogyha van napsütésed, van backup boxod, és áramkimaradás marad, akkor amennyi energiát te a napelemektől le tudsz szedni, ő annyit fog tudni maximum ugye visszatáplálni. Nyilván, hogyha ez nem egy biztonságos rendszer, szóval azért én ezt nem ajánlanám, mert hogyha mondjuk lejön 1 kW a tetőről, te fogyasztasz 1 kW-ot, ugye pont annyit fog, és jön egy felhő, a termelésed beesik, az inverter nem fog tudni honnan kompenzálni energiát, ergo ugyanúgy áramszüneted lesz. Tehát ez egy nagyon sarkalatos pont, működik, de akkumulátor nélkül én nem javasolnám a backup boxot, de egyébként természetesen tud működni ilyen körülmények között. Nagyon szívesen. Más kérdés esetleg, bármi témához kapcsolódóan? Szerintem maximum hány darab 10-es volt inverter 3-3 akkumulátorra szoktatok összefűzni? Szerintem hány darab 10-es volt inverter 3-3 akkumulátorra? Hát itt ugye, ha jól tudom, akkor 150 kWh akkumulátorba az a limit, amit még ugye paralelbe össze lehet rakni x darab inverterre. De itt nyilván függ attól is, hogy milyen kommunikációs egységetek van, hogy ugye dongle vagy logger. Nyilván a dongle-nél ugye összesen 10 eszköz van, amit le tud kezelni, tehát úgy 10 eszköz, hogy egy aksi torony az egy eszköz. Egy inverter az egy eszköz, a smart meter megint egy eszköz, a logger megint egy eszköz, vagy a dongle megint egy eszköz, tehát így tudjátok ugye 10 eszközig összerakni a dongle-lel, de egyébként, ha már mondjuk két inverter, két aksitok van, akkor én nem feltétlenül a dongle-t javasolnám, hanem a loggert. Lehet, hogy egy picit drágább, de ha már egy ekkora rendszert eladtok, akkor az a 400 euró szerintem bele kell, hogy férjen, azért, hogy egy loggert föl tudjatok rakni, amivel ugye egy sokkal gyorsabb lesz az egész rendszernek a reakciója, sokkal pontosabban tudjátok monitorozni, vezérelni, és biztonságosabb is lesz, hogyha nagy isten olyan környezetbe telepítitek, ahol tényleg nagyon lényeges az, hogy mennyit táplálunk vissza a hálózatra, vagy lehet-e visszatáplálni, mert ugye a dongle az sokkal lassabban fogja lereagálni a hálózati változásokat, mint a logger. Szóval én inkább itt már a loggert javasolnám, de tényleg a loggernél igazából azt hiszem a 150 kWh aksi az a limit, amit egyből le tud kezelni. Ha erre gondoltál. Szívesen. Vince, neked kérdés? Igen, még a prezentációban maradt hátra a szlájd, ha jól emlékszem. Nem. Vagy maradt? Szerintem... Ja, igen. Jó, ezt mindjárt visszarakom, mert elugrottam a végére. Jogos. Na, tehát ugye itt fejeztük be, és ezután jön igazából a lényeg, amire Vince ki akar térni, hogy ugye minden webináros részvevőnek 10% kedvezmény van ugye az összes szolárkites túlfeszültségvédőből még ma péntek reggelig, úgyhogy ugorjatok rá a webshopunkra, és vegyetek mindenféle túlfeszeket 10 évre előre, de tényleg nyugodtan írjatok a nagyker kollégáknak, akikkel tartsátok a kapcsolatot, mert nyilván most egy túlfesznél is számít a 10%, de minél többet fesztek, annál több kedvezményt tudtok besedelni magatoknak. Úgyhogy hajrá mindenkinek! A kövi időpontunk a SolarKit szerdára, az ugye 10. hó 25-e, ugyanígy szerda 9 óra lesz, akkor az autótöltőkről lesz szó, hogy milyen autótöltőt ajánlunk, mit tudtok használni, hogyan tudjátok össze
kötni, működtetni, úgyhogy azt is érdemes ezt végighallgatni, melyik mit tud, kis összehasonlítás, ott is tippek, trükkök, és ennyi volt a rezinek a vége. Még látom, itt lesz egy kérdés, ha minden igaz, írói közbe. De addig visszaugrok, hogy ezt lássátok. Ide egyébként nincs kivetítve, de Vince el tudja mondani, hogy van egy olyan központi e-mail a nagykernek, amire tudtok írni. Így van. Akkumulátoros rendszerhez mindenképp kell backup box. Nem. Backup box ugye csak abban az esetben kell, hogyha szeretnétek ugye áramszünet esetén is valami minimális energiaellátást biztosítani a házon belül. Hogyha nem szempont az, hogy legyen áramszünet esetén is valami energia, amit el tudtok használni, akkor nyilván nem kell a backup box, de akkor ugyanúgy fog működni a rendszer, mint ugye egy hagyományos hálózattal együttműködő rendszer, hogyha áramszünet van, ugyanúgy le fog kapcsolni az akkumulátor is, nem fogja tölteni. Backup box még ugye olyan szempontból is pozitívum, hogy ugye ő maximálisan 2,5 kW-t tud nektek kiadni egy fázisra áramszünet esetén. Viszont tegyük fel, hogyha az mondjuk napközben ti elmentek otthonról, semmi fogyasztásotok nincsen, fönt van egy backup box, 100 ágra süt a nap, és mondjuk este lemerítettétek az akkumulátorokat. Akkor a fönn van a backup box, és mondjuk a szolgáltató egész délelőtt hálózatot karbantart, javít nálatok, lekapcsolják ugye a betápot, áramszünet van egész délelőtt, akkor ha nincsen backup boxod, akkor ugye az inverter meg az aksik is csak így várják, hogy nem csak semmit addig, amíg nem jön vissza az áram. De hogyha ott van a backup boxod, akkor leválasztja a hálózatot, és a backup box miatt az inverter full erővel tudja tölteni az aksikat, még ha nincs is neked ugye fogyasztásod, tehát legalább napközben már ugye föl tudod tölteni az aksikat, és ugyanúgy délután este meg el tudod használni az akkumulátorba eltárolt energiát. Úgyhogy ilyen szempontból is jó, ezt nem feltétlen tudja mindenki, hogy ilyen esetben ugye a backup box, ha nem is arra szolgál, hogy mondjuk energiát adjon nektek a házatokra, mert nyilván nincs rajta fogyasztás, de ugyanúgy tudod közben az akkumulátorokat tölteni, és azt nem 2,5 kW-tal, hanem annyival, amennyire ugye a töltésvezérlő engedi. Tehát ez egy plusz dolog neki, amiért tudom ajánlani egyébként a backup boxot. És ha minden igaz, spoiler, akkor jövő nyár végére jön ki olyan háromfázisú aszimmetrikus backup box, amit bármilyen inverterhez nyilván háromfázishoz hozzá tudtok rakni, és áramszünet esetén háromfázison tud nektek aszimmetrikusan energiát visszaadni, nyilván itt már az akkumulátor az egy előírás lesz, hogy legyen. De ez jövő nyár, közepén jövő nyár vége felé lesz elérhető nálunk is a webshopba. Így van. Ha van még kérdés, akkor azt kérném most feltenni, mert az időnk végéhez járunk. Addig is ugyanígy kiemelném ezt a 10% kedvezményt, amit a nagykertkukac@szolarkitoyakit.hu-n keresztül, vagy a szokásos értékesítőkön keresztül lehet érvényesíteni. Backup box esetén backup módban a három fázisú inverter relatív egy fázisúként működik az AC hálózat felé. Hát itt ugye nem a hálózat felé működik, hanem ugye a backup boxon az egyfázisú kivezetés van, amit ti tudtok használni, és egyébként ilyenkor az inverter, tehát az inverter ugyanígy csak egy fázist ad ki, tehát valamilyen szinten aszimmetrikus tud lenni, de ugye csak 2,5 kW-ig, ilyenkor egyébként az L2 meg az L3-val leföldelve, ő azon visszakap kontaktba ugye 110-110 voltot, ha jól tudom, és akkor az L1-en ő pedig kiadja ezt a rendelkezésre álló energiát, ami szükséges, de ugye ez csak 2,5 kW tud lenni. Tehát nem tudtak ugye bele aszimmetrikusan terhelni, csak a backup box miatt tud egy ilyen kis limitált dolgot ő kiadni magából. De tudja legalább. Így van. Köszönjük szépen a kérdéseket. A következő időpont akkor 2 hét múlva. Az autótöltőkkel érkezünk, ugyanígy
Huawei, de hozunk a kínálatunkból Volti, egy magyar fejlesztésű, illetve a Wallbox-szal kapcsolatos, az pedig már máshonnan ismerhetjük autótöltőket. Magának az autótöltésnek az alapjaival fogunk foglalkozni, illetve hogy mit, hova ajánlunk, melyik terméket, milyen képességekkel, hova érdemes választani. Úgyhogy köszönjük szépen a részvételt, remélem, hogy találkozunk így online 2 hét múlva is, és további szép napot kívánunk. Jelezzetek vissza, hogy milyen volt az első webinár, hogy... Így van, értékesítőn keresztül is ezt megköszönjük. Bármiféle jó ötlet, tipp, azt megköszönjük és felhasználjuk. Köszönjük szépen a figyelmet! Köszönjük! Sziasztok! Szép napot nektek!